Sziasztok! Folytatjuk utunkat a Heroes 7 végigjátszásában. Próbáljuk már ezt a pályát végre befejezni, viszont ilyen gyengek és ellenfelek akarnak minket zaklatni, méghozzá egyszer két helyről? Az igen. Erről nem volt szó. Csak úgy megjegyzem. Így emlékeztem, csak az az egy van. Hát rosszul emlékeztem. Mert ez így. Ukahajja. Nézzük, miből élünk. Hát arra is az a legjobb. Erre. Basszus kulacs. Ezt nem hiszem el. Ez kicsit fájt. Na és akkor még ez is jó. Ja, meg is hal. Na jó, még nem sok esélyem van így. És mindennel ő kezd. De a sárkány nem sokáig bírja. Tartok. Basszus, van egy 54-es kentaur is bakker. Igen. Kicsit durva. Nem tudom, elvégzi a dolgot? Nem, igen, nem. Jó, vagy az egy nem hal meg. Az egy. Basztus klacs. Jó, most már olyan erős, mint volt. A kis rohadék. Na, meg azok, hogy lehet, hogy inkább ilyet kéne használni. Nyilván. Inkább ez. Inkább ez lesz. Na, szépen lekaszaboljuk. Már amennyire lehet. Na, hogy a szarba szívott ez ennyit? Így van, értem, 8-as. Hát ugyanakkor így is a def, meg akarok, ezt egyszer nem értem. Na, jó, hogy arra nyomtam. Basszus, ez meg fog halni. Áj, de jó, érzetes volt erre a regenerációt. Nem sok esélyünk van. De honnan a szarba szedte össze rohadt sok embert? Ezt a rohadt túl sok, nagyon sok embert. Mondja nekem valaki, kérem szépen. Mindig nagyon erős, sajnos. Ezt még tovább gyengítjük. Basszus, ez hogyan jött ki simán onnan? Hát ezt nem hiszem el. Csak úgy kijött simán, értitek? Mert nincs rajta az a szar. Azt hittem, hogy rajta van. Thank you.
aztán hiába rakom, basszus. Nem te oldalon, amikor szinte hátba támadom, mindig. Na, meghalt, nem sok emberem van, de meghalt. Nem akar tudni akadályozni nagyon. Nem nyomtam még be, ez hogy lehetséges. Jó, ez annyira nem nehéz, bár... lehetne könnyebb is éppenséggel. Nem a menekül is. De most ugye a szart hoz még, basszus, ezt nem hiszem el. Most hova lett? Ott van, ilyen messze. Igen. Ez mit csinál? Ja, igen. Most akarom megoldani gyorsan a dolgot. De inkább nem, inkább foglaljuk el a várokat. Az a tuti. No. Kapitólium még nem is volt megcsinálva. Ennyi rohadt ember, ezért lehet, mint ahonnan van neki ennyire. Özönlenek. Hihetetlen. Ezekben nincs semmi. Ó, basszus, ebben van. Nem tudom, ennek hány ilyen szuperhőse van, de van pár. Jó, inkább... ó, basszus. Jelentéktelen, hát... már csak, melyik kell? Ja, ezzel vagyok, akkor benéztem. De jó van, az a jelentéktelen. De még így is van három erős hőse, basszus, hogy honnan. Szóval aztán maga se tudja. Eltűnt, hát jó, ha eltűntél. Akkor nem megyünk fel, mert meghalunk. Úgyhogy várunk még egy kört, basszus, sajnos. És... itt van még, ami fontos lenne. Na, de ezt megcsináljuk. Mi a... jéééé, tudok csinálni egy rántot is, basszus. Ezt nem mondta senki. De a pálya megoldható, tehát így, hogy mind a két hőlényből legyen. Ez igen. Ezt tetszik. Hát oldjuk is meg akkor. Már itt vagyunk. Ez már elvileg meg volt. Öröngés. Jó van. Azt mondom, ezt verjük rá, ne rohangásszon itt a környéken. Mindig is annyi hőse van, minél kevesebb rohangászik, annál jobb a helyzet. Varázsolni ezt nem nagyon tudok. Jó, azt is nem lesz, nem lesz kellett volna az ellen, de most van mindig. Na, az jó út. Én emberemet kell lőnöm, basszus. Ez jó beállás volt. Köszönöm szépen! Mindegyettem meg is halt. Ez jó volt. Hatványozottan jó volt. Tudják, hogy azt azokkal nem tudják levenni és regenerálódik, ez nem igazán értem a dolgot.
Mindegy. Ennek is annyi. Sajnos csak ezt kéne elfoglalni, de ha már itt vagyunk az útban, akkor őt miért ezt szerezzük meg. Nagy datorom. Hát akkor azt is meg kéne szerezni, de most van mindegy. Jó. Hát nem tudom, mik a tarakarazokkal, mi azok, amik tud gondot okozni. Az igazság. Ez jó. Na, nem csak itt megvettem mindent, mit akartam. Meg mondja, hogy nézzük a fát, azt talán még nem láttátok a fát. Na, akkor ez is a miénk. Ja, de nem fog tudni, hogy rohadtul messze van, úgyhogy leszarom. Menjünk erre. Lehet, hogy rohangászni meg oldalt, hanem inkább megölöm, és utána megyek oda az örvényhez. Ez a biztos. Az igazság. Annyi embere van, hogy... Ez mi? Ó, hát ez... Semmiség. Most ez jó is fog jönni, köszönöm. De még nem tudok vásárolni sajnos. Jó. Ah, ez jó fog jönni. Kérem szépen, nagyon jó fog jönni. Mind a két hősünket is kicsit fel tudjuk tápolni főcsatákra. Én úgy gondolom, hogy ezek nem fejlesztett lények. Ez itt a nagy gond, kérem szépen. Egy elég nagy gond. Az igazság, úgyhogy nem maradunk egy darabig. Jaj, basszus, ne, egyébként karavára nyomtam, ezt nem hiszem el. Bakker. Most jó elcsesztem. Az igen. Elcsesztem, most egy kicsit nagyon basszus. Ugye azt nem tudom megvenni, mi a francom? Elfogad. Valamiért nem engedi meg. Itt van, ez is bugos basszus, azt nem hiszem el. Nem engedi megvenni, hát ez hihetetlen. Ezt nem lehet valahogy visszakívni ezt a karavánt. Tehát most egy jár, ez így szuper. Elcsesztem meg egy kicsit nagyon. Akkor így is el a karaván, azt hittem nem nagyon van értelme itt ezen a pályán, de igazság szerint van. Szuper, nem lehet még vásárolni sem azt. És most már engedi, ha kimentem belőle, most már engedélyezi a vásárt. Még tök mindegy, mert nincs vele semmi, tehát máshogy kimaxoljuk ezt a várat. Ja, hát fel kell fejleszteni ezt is még, basszus. Mindegy, most már. Leszarjuk. Mi ölte meg a valisztánkat? Valami megölte.
Nézzük, milyen állunk itt szemben. Ez nem hiszem, hogy leverem. Bárki tudja. Ezt viszont igen. Tehát valaki, hogy foglalom ezt a várat, tehát foglalja, nem megyek éjszakra. Jó, ez jön már felénk. Végülis ez sem volt rossz ötlet. Biztosítva legalább az a hős. Azt mondja, a másik az nem, de hozzá is már a szuper erőt. Akkor meg főleg fontos, hogy az elfoglalhatja azt, ha annyira akarja. Én azért ezt nem engedélyezem neki. No. Hoppá, mondjuk ez egy kicsit lehetne jobb erődítmény is. Ez így elég gyenge, az igazság. Azt hittem, hogy itt egy kicsit jobbak lesznek a dolgok, de hát nem nagyon akar jobb lenni. Egy rohadt hírt basszus. Ugye még fárfalsig vakker. Ne tessünk már. Vicc kategória. Szint. Még ezt nem fogják levenni, de... Most jó helyettünk ki, elvilegben. Bejön. Már eléggé fel van tupírozva. Hopp, ez kiszállt. Itt. Ez mi volt? Ja, ez kimaradt. Aha. Szuper. Na, várálok. Hogy. És akkor inkább venni egy hőst. 3-2, hát maradjunk ennél, azt mondom. Mi a szar? Nézzük, ugye itt a sima trant, hát ez a lövés egység, nem sok a életerővel, hát legalábbis a zöld sárkányhoz képest egyébként így is legerősebb lövés egység, hát nem szóval van egy írom, hát egy képesség, ami gyakorlatilag egy erősítés, a barátlényeknek védelmet ad, illetve megállítja a mellett aludás esélyeket, míg a barátlények áthaladnak rajta, a írom, hát a lény mozgásáig vagy temetőség érvényben marad, fejlesztett pedig, egy folyta gyökérzetet tud, Trant által eltállt lény tud mozogni, sem mozgás alapú képességet használni, addig a tart, amíg a Trant mozgásban nem kezd. Illetve ez már 460-as is jobb a támadása is, meg gyakorlatilag mindene. A lövőtávja teljes mind a kettőnek, úgyhogy ez az eléggé jó dolog, azt kell mondanom. Hát ezeket nem rá, ezt nem rakjuk be akkor. Ezeket igen. Szóval azt mondom, így egész jók vagyunk. Ezzel a sereggel. És hol van a... Lecsége.
Nem tudom, hogy hol van. Érdekel. Szállás. Én azt mondom. Támadás. Végtelenül hagyta a várat, úgyhogy... Akkor már ne foglaljuk el. Nem beri megtalálni, pedig elvileg. És azon elvileg. Ez nem egy nagyon erős létesítmény. Szóval... Érdekes. És több kentőt fogunk kapni. De lehet, hogy csak védeni akarja a főbázisát. Logikus lépés lenne. Ja, azt hiába foglalom el, hiszen a vára az övé. Jó, itt erre fele rohangászott, úgyhogy erre megyünk. Amiket idehoz, az bőven elég arra, hogy tengerbíró hajó. Tengerbíró hajó, ez igen jó kifejezés. Ez viszont, hát ez sem valami nagy dolog. Basszus, az most mit csinál? Ezt támad meg, basszus. Meg az, hogy nincs gyors csata a hősöknél. Csapat. Akkor jól van azt is leverni persze. Látjuk, mit tehetünk. Érdekes, hogy inkább feladja a várát. Úgy látszik. Jaj, basszus, gondoltam, hogy ezt el tudja foglalni, ezt foglalod el. Semmi akadálya. Ez felesleges harc, sajnos. Illetve hát annyival talán nem, hogy egy-két emberét meg tudjuk ölni, na. Például ebből egy jó párat. Nem egy nagy dolog, de semminél lehet érni is több. Ez várható volt. Olyan, nem tudtam elfoglalni. Azért. Szépen lezúzzuk, de rohangásszon itten. Hogy szeretnek ilyen keveset, ezt nem értem, mert ide az se nagy. Melyikus ellenállás. Miért hagyta így a
Várj, hát ezt valaki elmondhatná. Igazán vágom a logikáját. Ugyanis. Ez mit akar? Már megint. Valamit nagyon szeretne, azt látom. Nézzük meg, hogy innen tudunk-e szállítani. Na, úgy tűnik, hogy igen. Akkor ezt köszönjük. Nem, mert nekik nincsen menekés. Innentől már csak halálok órája. Kérdéses. Bár ez most mit akarott már én a francba csinálni? Trükkös bakker. Lehet kis trükkös. Ezeket nem fogod leverni. Mi az össz? Elfogyott a pénz. Ezt nem gondoltam volna. Ilyen is létezik. Lehetek szerint ilyen? Oké. Csak olyan nem tudja leverni minket, illetve ha már itt tartunk. Akkor egy ilyet is kérek szépen. Köszi! Oké, most próbáld elfoglalni, te rohadt, rühes ellenfél. Nem fog sikerülni, mert itt elárulok. Ezt betámadom. Nem mozogjon itten már többet. Lövöldözni már nagyon fog, de megint az én embereim ellen kell harcolni, basszus. Nem jó. Nyugodtan támad. Még örvendek is neki. Á, egy ilyen. Egy ilyen 20. Hát ezek így könnyen nézhetők. Na mi van? Ja, ezzel vagyok. Merésztem. Jaj, ezt akartam mondani most már. Már ezek nem voltak erősek, azt hiszem, egy kicsit erősebbek lesznek. Oké, hát de akkor már vissza is foglalom, biztos, hogy kedvéért. Itt nem is voltam, úgyhogy ezzel meg tovább is várunk. Próbál elmenekülni, de ez már nem fog sikerülni, ám haver. Annyira nem fog sikerülni, hogy... Csak ma.
még ezzel is levelem talán. Ilyen egyes szint ide. Várjunk csak, mert nem tudok mindenki ideállni. Akkor... Oké, ez is megvan. Nyilatosan könnyen el fogjuk kapni. Város volt az, hogy erre eljöttem. Egy... Kompec. Jaj, sem kellett volna lenni most már. Oké, ez is megvan. Hopp, újra a helyére rakjuk. De jó lesz így. És akkor... Tudj, meg ide. Voltunk, voltunk. Tudj. Így. Most meg megyek halálába. Basszus, hát ezt nem hiszem el. Hihetetlen. Gondol ez valáról. A kis trükkös. Mindent megpróbál, kis rohadék. Ah, ott a fulát. Na, jókor jött. Mi van esély? Az esély csekély, de van. Hopp. Jó, ezzel meg ide kell jönni. És azt nézem, hogy... Azt mondja, hogy jelenték talán, hát akkor... Támadjunk. Vannak egy, van egy 12 szint, vagy 11 szint különbség. Azt mondom, támadjunk. Hatalmas erők beszülnek egymásnak. Mi a legjobb? Na. Hát ezt tudom verni. Szóval azt gondoltam, hogy nem, de én most már úgy érzem, hogy igen. Hát szóval meg. De a franc jó, hogy gyorsította ennyire. És nem volt olyan hihetetlen. Franc.
most még jöjjön a hőssel, még amit tud csinálni. Hát, ez egy erős, ugye nem sok mindent. Ami az egyesített erőjémet gyengíteni. Szegény meghalt. Hát van ez így. Na, is megölt. Szuper, és akkor most már csak elvileg ezt be kell vezetni ide, vagy mind a kettőt, már nem tudom. Jaj, látjuk. Basszus, mennyi van vele? Mennyi volt? Ez volt a pálya. Jó, hosszú volt, de és nem is volt az elején könnyű, sőt. De igazából csak az, hogy kacskaringós is hosszú volt. Az, ami nehézé teszi. Jó, meg kell tervezni, merre mentek. Hogyan, természetesen. Az volt tehát a második pálya. És most jön a harmadik. Meg a magadik. Having fought their way through the Orc, unfortunately, it wasn't Dragon Mist Island. In order to reach the Elemental Forge, they needed to sail through a perilous passage, known to elves as the Strait of Mazzini. Mazzini means dark soul. Thank you, Kenton. There were two small isles located there, surrounded by treacherous reefs. Even their names were obvious. Shadris and Sorin. Of course. So that's where the old saying comes from. Between Shadris and Sword. Indeed. The elves agreed to stay on the island for a few days to prepare for their voyage. But they were wrong to assume the island itself did not hide any dangers. As the days passed, Whistler started to realize some strange apathy was taking hold of his companions. At first, he dismissed it as mere weariness. The journey had been long and arduous. Until one night, when Falista, the unicorn, woke him up, the ships were on fire. Hát sosem mi vagyunk jó kezdésben. Magyarosan. It's all right, Christmas. Fine? You've destroyed my leave. What about the ritual of solstice and the elemental forge? It doesn't feel that important anymore. Oh. Dan and I know is haughty and abrasive and full of spark. If you don't feel the heart. Ezek bolondok, tényleg. A harmónia az így harmónia, hogy akkor legyünk ugyanolyan erősek. Mind a ketten, vagy nem értem, nem igazán vágom ez, de elég érdekes taktika. Whistler would have been killed by the bewitched mob. Yeah, yeah, the bewitched. The other sea elves working to repair the ships were also spared. Ja, na, hogy folytatni, nem szabad elveszítenünk Whistlotot. A gyönyörök szigete valamiféle különös közönkerítette hatalma az erdő lakó elfekelt. Whistlot és a Shaldan, aki nem volt hatása, ki kellett, hogy derítsük, mi történt. Kutasd át a szigetet, hogy kiderítsd, mi lehet annak a közönynek az okozója, illetve ártatlan vér. Dylan és Cheryl már nem maguk küzdhetnek, hogy jövőt kell találni, hogy ártana nekik, Nash, Dylannek és Syl Ryannek. Hát, igen, ez egy érdekes küldetés. Ez sem egy rövid pálya, ahogy látom. Hát innen fogjuk folytatni, kell szeretni egy várost is, mint azt láthatjuk, az itt van nem messze. És egy nehézkes feladat lesz. Remélem tetszett a mai videó, és búcsúzom tőletek, sziasztok!